És nem tudtunk volna egyébként csak odáig visszamenni, hogy legalább kétet megmentsük? Oh yeah, now you suddenly want to kiss me? You had your chance. I'm so glad you're here. Én is most annyira örülök Chloe-nak egyébként. Szörnyen boldog vagyok. But thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world, Max. Let's look at the big board and see all our pieces in the puzzle so far. Igazából több mindent meg kellett volna tudnunk az alternatív valóságban Rachelről, tehát hogyha ott is elment, akkor... Akkor az azt jelenti, hogy Chloe-nak nincs köze hozzá, hiszen nem ismerte a másik világban. We have to do three main things. Right. What things? One, decipher Frank's logbook. Two, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. Three, beat Stepdouche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the Darkroom. Too bad I don't have a gun anymore. Yes, that's the solution. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind. Fine, whatevs. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. You didn't even let me take that money to pay Frank off. And I'm glad. We have to be better than that. Egyébként elmondanám Chloe-nak. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. Careful, Stepcrack. He's not gonna be a happy camper after he waved to me yesterday. Amúgykor is volt valami glitch a hangban. Valószínűleg valami baga a játékban. I can't abuse this level of my rewind power. Szóval én elmondanám Chloe-nak, hogy mi történt, hogy visszamentem, hogy mi történt vele. Tehát én szerintem egyébként neki valamilyen módon segítene. Feldolgozni ezt az egészet. This butterfly photo seems like a million years ago. How much time have I altered since? Nem tudom, lehet egyébként, hogy haragudnak Chloe, tehát kiindulva abból, hogy tényleg ilyen borzasztóan... Staying up all night is the best excuse to drink lots of coffee. Szóval, hogy pont emiatt, hogy nagyon, nagyon dühös, rengeteg düh van benne azért, mert ott hagyta az apja azért, tehát hogy az egész dologért, ami történt vele, valószínűleg egyébként is borzasztó dühös, és emiatt lehet, hogy haragudna, hogyha elmesélnénk neki, hogy mit csináltunk, de szerintem segítene neki egyébként ezt megemészteni. Szóval én nem mondó vagyok, hogy én elmondanám Chloe-nak, főleg, hogy már tényleg mindent elmondtunk. Chloe Price was here. Damn, this is a serious exposé on the Prescotts. Na, Prescottok, Penn State, menj vagy pokol, írta Craig Kennedy. A név Prescott valószínűleg nem jelent neked semmit, főleg, ha nem egy kis tengerparti városban élsz Oregonban. De ez a név Arcadia Bay része. Ez a furcsa kisváros látszólag megrekedt az időben. Egykor otthont adott a virágzó halászatnak és turizmusnak, látott már szebb napokat is annak ellenére, hogy nagy sikereket értek el a Blackwell Akadémia sportolója a futballban, a Bigfoots csapat, az úszásban pedig a vidrák. A közelben bekövetkezett környezeti változások következtében csökkent a halállomány, stagnál a gazdaság és korlátozott a turizmus. Furcsa módon a Prescott családnak sikerült megtartani az üzleti érdekeit, és elég nyereségesek. A kezükben van egy drága, exkluzív lakásépítés projekt, úgynevezett Penn Estates, be akarják építeni a sűrű erdőket a Blackwell Akadémia közelében. Több helyi indián törzs petíciót nyújtott be ez ellen, a törzsi és természeti értékek elpusztítására hivatkozva. Folytatás a következő oldalon, de nincs következő oldal. Na nem baj. Hágy, ülj le, most nem kezdünk el elmélkedni. That's my Chloe. Igazából annyira örülök, hogy visszakaptam Chloe-t. Én azt hiszem, hogy ha bármilyen formában ez tényleg... That snowdrow always makes me think of William and Chloe. Szóval, hogyha ez tényleg megtörtént volna, és hogyha ez tényleg hatással lett volna a jövőre, akkor...
Akkor én ezzel még annak ellenére se tudtam volna tükörbe nézni, hogy ez csak egy játék. Oh no! That poor little bird has been trapped in here. De hol van? Nem ide szállt be. De itt van. Igen, tudom, ennek írta, hogy valami következménye lesz, hogy... Ah, ott az ablak. Nem tudjuk kinyitni? Valahogy tereljük ki. Fly, be free. Remélem, most nem ütődik neki vissza. Na jó, menjünk a garázsba. Nézzük meg, vagy az, nem tudom, mi volt a sötét szoba. Valami nekem így most... Jaj, bocsánatot akartam tőle kérni. Annyira utálom, hogy nem tudtam mellette dönteni. Hülye bug. You won this battle, Max. You broke up my family. I salute you. David, I didn't try to hurt you, ever. But I won't let anybody hurt Chloe. Too late, isn't it? You just better be damn careful with her. Don't you wander off into the dark. Szegény, most annyira furdal a lelkiismeret, pedig mellette akartam dönteni, csak nem vettem észre az előző játékban, hogy ugye valószínűleg ki tudtunk volna menni az ajtón, és akkor kicsit így haragudott volna ránk Chloe, de hogy biztos megbékélt volna igazából, és most tökre furdal a lelkiismered. Hé, Max, a barátod Chloe írt, hogy lemondtad, igaz? Chloe tényleg ráírt? Nekem nem volt meg a száma. Ó, Isten, nem akarlak cikibe hozni, túl késő, menőnek hangzik. Egy menő nyomi, mint én. Nem, te más vagy jó értelemben. Akkor még mindig áll a mozi? Nem létezik ember, aki megállíthat. Majom legyél, ne ember, majd meglátjuk. Remélem is most vissza a valóságba, szarügy. Az később csörgök. Van itt egy csomó üzenetünk. De jó ég. Justin. Mi? Mi ez? Ezt nem egészen értem. Bocsi, a táskámban volt a telefonom. Halli, Justin, van egy kis időd. Mizu, ismered Frank Bowers drogok? Ennyi? Kérdez Nathan, szerintem ő ismeri. Oké, úgy lesz, köszi, Justin. Mit? Mi? Courtney. Hé, Chaisi, mondd, mikor akarsz átjönni a szobámba, hogy Chinivé varázsoljalak. Ó, most már Courtney kedvel. Ó, köszi, Courtney, tele vagyok házival, de majd meglátom, köszi még egyszer az ajánlatot. Jaj, még volt itt valami. Chloe, ez nem emoji. Jó. Apu. Szia kicsi, most kaptam egy fura üzenetet, amiben az áll, hogy rohadt lányodnak ideje lenne mások helyett magára figyelni. Ez valami szivatás, magánszemről küldték. Ó, sajnálom, valami idiót az osztályban azt hitte, hogy vicces lenne. Nem az, nem szeretem, mikor ismeretlenek tudják a telefonszámom, értve. Én sem, bocsi. Apának is kellene, tudom, hogy nehéz heted volt. Nem soká vége után a hívlak titeket, szeretlek. Richard Marsh. Megszit Richard Marsh, csak közölni szerettem volna veled, hogy két... Ja, igen, ő a... Hirtelen azt hittem, hogy Nathannek az apja, de nem a Kate-nek az apja, hogy két istentisztelete jövő héten lesz, és a családunk szeretne meghívni téged. Tudjuk, hogy sok mindenem mentél keresztül, és teljes mértékben megértenénk, ha nem tudnál megjelenni. Két volt a mi kis angyalunk, és a barátságotok mindannyiunk számára óriási áldás volt. Később küldöm a részleteket újra, köszönjük, hogy fény voltál a sötétségben. Köszönöm, Mr. Más, természetes, hogy elmegyek. Tudom, hogy a szavaim nem jelentenek sokat, de mindig gondolok hétre, és fogok is. Na, még egy utolsó anyu. Maxine, mi a fene van az időjárással? Valami katonai teszteket végeznek, vagy mi pont a vihar közepén vagy? Igen, és még a virágomat, Lizát is megöltem. Ó, nem locsoltuk a virágot, pedig párszor locsoltam. Ó, sajnálom, kicsim, vegyél másikat. Egy is elég volt, most vissza a tanuláshoz, később beszélünk. Megöltük a virágot. De rossz. Jó, bárfarom tenni a dolgokat Daviddel. Maybe there's some new clues around. Should I have signed the petition?
Blackwell sure isn't safe and private anymore. Vász igazgató küldte. Annak ellenére, hogy meglehetősen heves a vita a sikeres petíció ügyében, engem még mindig érdekelne az alternatív megoldás a kampusz biztonságára. Meg kell találnunk a középutat a magánélet és a biztonság között a diákjaink számára. A legjobbakat, Vász igazgató. Oh, meow, Miss Grant. Twist that knife. Nincs szükségem biztonsági kamerára, hogy lássam, ahogy felfüggesztik. Sok szerencsét, Mrs. Grant. Na, at least he has one weird fan. Tisztelt Mr. Madsen, szeretném, ha tudná, hogy baromság ez az egész, ami magával történik. Ebben az iskolában túl sok liberális, metroszexuális barom, akik nem fogják fel, hogy a hadseregtől jön. Biztonságban éreztem magam a szobámban, mert tudtam, hogy maga itt volt és megvédett. Remélem, visszajön a Blackwell-be, és megbizonyosodhatok róla, ez megint egyben van, hogy biztonságban vagyok éjszaka. Félek ebben az iskolában. Névtelen, wow. Wish I had surveillance footage of that conversation. Elnézést kérek a tegnapi kitörésemért az irodájában. Ideges voltam a munkám elvesztéséért, mindenfajta bizonyíték nélkül megbízhatatlan diákokra hallgatva. A Blackwell Akadémia rákban szenved, és nélkülem tovább fog terjedni. David really did protect Chloe. I'm glad I stuck up for him. Hello, Andy, csak azt akartam, hogy tud Chloe velem volt aznap este, és nem a Blackwell-ben. Azt kívánom, bárcsak ott lett volna, mert megint elkaptam fűvel, szóval rá kell pazarolnom az Isten félelmemet, nem is beszélve arról, hogy ezzel elkergettem a házból. Ezek a gyerekek kezelhetetlenek, te is tudod. Chloe anyja nem gondolja, hogy a lánya betörne a régi iskolájába. Chloe allergiás az iskolára. Kösz, és reggelizzünk együtt a Two Wales-ben, ha gondolod, a vendégem vagy, Dave. Ő. Jaj, és annyira tönkretettük, pedig tényleg mellé akartam állni, és ez annyira bosszant. There's more to David Madsen than meets the eye. He should finish this letter to Joyce. Oh. Joyce, tudod, hogy nem vagyok jó a magyarázkodásban, vagy hogy miért cselekszem úgy, ahogy néha szoktam. Csak azt tudom, hogy soha senki nem értett engem annyira, mint te. Soha nem ártanék neked vagy Chloe-nak. Vigyázni a családomra, ez a küldetésem. Igen, átléptem egy határt a kamerákkal, és nagyon sajnálom és szégyellem, de sötét dolgok történnek Arcadia Bay-ben. Neked még soha nem mondtam. A feleségem és a partnerem vagy, és nem szabadna titkolóznunk. A célom, hogy elmondjak mindent, de több bizonyítékkel. Ehelyett egy diák majdnem öngyilkos lesz, te kidobsz engem az otthonunkból, a nevelt lányom után. Kérlek, engedj, pont. Majd nem öngyilkos lesz? Akkor most mi történt? Most végül is... Most nem történt semmi a kéttel? Vagy én ezt nem értem? Vagy ez is egy bug? Oh, nem, az előbb... Geez. Előbb kaptuk meg David a üzenetet. David is packing up wedding stuff too. Jaj, beszéljünk már a Joyce-szal. Nem tudjuk valahogy rendbe hozni a dolgokat? Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. I wish Chloe could too. Either Chloe stole another gun, or David is out there armed. Oh, beszéljünk már Joyce-szal. What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David? Mr. Madsen, köszönöm, hogy segített Nathannek. Nagyra értékelem, legjobbakat, Sean Prescott. Jó, hát... És milyen bizonyítékokat keresünk még igazából a szekrény, nézd. Wow, that is a serious padlock on that locker. Hey David, what you hiding? For once I don't have time to search for the code. Oh, and I need to find a way to break this padlock. Okay, I can use that crowbar to pry open the locker. Jó, ez így jobbnak hangzik, mint kitalálgatni az összes lehetséges permutációt. Sorry, David, but I bet you would do the same thing as me. Oh, maps, notes, coordinates. Photos of Kate, Nathan. Oh, yes. Oh. Oh, itt mindenről van fotó, úgy látszik. Ennyit kerestünk? Score. Back to Chloe now.
It's amazing how much drama this living room has seen. Na jó, menjünk vissza. Nem találjuk Joyce-t sehol, úgyhogy... Na. És tulajdonképpen valaki érdem Yo, Chloe! Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan, and Rachel. Plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted. Now let's go find out what Nathan is hiding in his room. We have to be extra careful. Max, now it's time for Nathan Prescott to be afraid of us. Szegény David. Nem tudok mit kezdeni a lelkiismeret furdalással. Majd egyszer végigjátszom úgy, hogy tényleg őt választom. Na, minden a régiben. Hey, Max. How you doing? Oh, hi, Mr. Jefferson. I'm okay. And this is my friend, Chloe. Yo. Chloe? Why isn't somebody as cool as you going to Blackwell? I was way too cool for this school. It's a long story. In actual files here. I can imagine. Max, are you sure that you're all right? It's weird just being on campus like everything's normal. I know. Lame as it sounds, life has to go on. I think there's too much going on in my life. On that note, Blackwell duty calls. Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight at the party. So I hope you'll be there to celebrate. Even though I'm sorry you didn't enter a photo. I understand your reasons. You can't force an artist to work. I feel like a total loser, but it's been a hard week to focus. No pun intended. I'm proud of you for caring so much about a troubled friend. And I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Just get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely be there tonight. Me too. I'll be Max's date. You better dance with us at least once. Nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids. I have some pride. Be seeing you. Yes, you will. Oh, hot floor teacher. Gross! You're out of control. Not yet. Just wait until the rager tonight. Shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignoring you. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. I haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. Na és mi mit fogunk csinálni itt? Let's see if I can find out where Nathan is. Akivel tudunk beszélni. Logannál nem, vagy melyik a Logan? Nem is tudom már. Talán ő. Nem, ő Zachary, a másik volt akkor a Logan. Enjoy the big game, Zachary. I hope it's not the last. That's so ironic that Warren asked. Hey, Brooke, how are you? Considering what happened to Kate, I could be better. Are you okay? I need to find Nathan. Have you seen him around? Ask Warren. I mean, you're going to the movies with him and everything. Come on, Brooke. Don't be that way. Nathan was suspended, but he should still be on campus. Warren's not good enough for you? Okay. I saw Nathan pissed and walking off campus earlier. Good luck getting that date, Max. Good that. Tell minket. I might feel better taking your drone for a quick flight. Miss Grant finally gave up and let me fly her again. But you're going to the drive-in with Warren, so you don't have time to fly my drone. Really? I can't fly your drone because I'm going to see ape movies with Warren? You are perceptive, Max. Now, excuse me. My drone needs me. Good. Nathan is not around. I should go back to Chloe. I had to clear away another batch of dead birds today. How are you doing, Max? Oh. Been a tough week. I know.
Yes, it has, Samuel. How are you? Sad and confused, like everybody else in Arcadia Bay. You look like you have a lot of questions, too. I definitely have questions about what's happening to the animals in Arcadia Bay. Tud valamit az állatokról, azt tudti. Many do. These poor creatures have no choice in what happens to them. Well, I'm glad to see your squirrels are still healthy and happy on the campus. Me too. If something happened to them... Oh... Not as long as you're here to take care of them, Samuel. The only thing that calms them is food. Lots of food. Which reminds me that I have to feed them now. No, kíváncsiak tudunk-e beszélni a Mrs. Grant-tal. Teljesen tönkretettük a Davidnek az életét, gyakorlatilag. Hi, Miss Grant. Igazából... Max, you always show up when I'm talking about you. I'm still bragging about you and the other students making Blackwell surveillance free. Ezzel egyébként nem értek egyet teljesen, tehát azt igen, hogy mondjuk ne legyen a szobákban, meg ilyenekben, de hogy mondjuk a folyosókon, tehát az tényleg tök jó, hogyha van. I was hoping you could explain some of these crazy things happening in Arcadia Bay. If I could, I'd be collecting my Nobel Prize in Science today. I haven't been able to wrap my mind around that eclipse, much less the snow in Wales. I think this is beyond science. Nothing is beyond science except for our lack of knowledge. Ez mondjuk igaz. We may never know why, but that doesn't change reality. I am worried about reality. I feel like it's changing right in front of us. You and Samuel both. We were talking about that before you came over. Our planet is changing, but it's not mystic. It's erosion. You think that's why all these animals are dying here? Well, our shoreline has been receding, not to mention the daily contamination of the ocean. That's all you need to kill off sea and wildlife here. Unless you know something I don't. Mi ez a tabanga? What about wormholes and chaos theory? Like time travel stuff. The only wormholes in Arcadia Bay are underground. And chaos theory is just that. But if this is about time travel, sign me up. Would you really change time? Not after reading that Bradbury story, A Sound of Thunder. I won't give it away, but it involves dinosaurs and butterflies. Time is like a thread, Max. One tug and it all can unravel. I was looking for Nathan Prescott, and I thought he might be in your class. Mr. Prescott has no class at all after his suspension. I didn't think you were friends. You probably know him better. I've tried. Nathan is a Prescott, and with that comes a lot of baggage. Too much for one teenager. This week was the proof. Principal Wells did the right thing. I know. Nathan needs real help. Yes, he does, Max. I did try once, but Mr. Prescott didn't appreciate my help. I did see Nathan leaving the campus looking angrier than usual, so maybe it's good you haven't found him. I don't think surveillance would have helped Kate Marsh. Oh, Max. I'm so sorry you had to go through that. Tök megváltozott egy csomó mindenről a véleményem egyébként, amiket döntöttem a játék során. And they can be so cruel to each other. Do you need to talk to a counselor? No thanks, Miss Grant. I have my best friend and my parents. For now. I'm happy to hear that, Max. Just don't ever be afraid to talk to somebody, okay? I wish Kate had come to me. I had no idea what she was going through. Kate was drugged at the Vortex Club party and bullied by them until she ended up on the roof. How do you stop that? Shut down that damn Vortex Club for a start. I don't mean to get riled up, but that party should have been postponed. It's extremely tasteless given what happened with Kate. Do the Prescotts have anything to do with the Vortex Club?
I mean, they don't get all their money from car washes. No, they don't. But membership has its privileges. Especially when your father is Blackwell's biggest sponsor. This elitist nonsense has no place here. You're right. I just wish this could be the school that I dreamed about before I came here. I hear you, Max. I love seeing you and Warren and all my students at your best here. But you're all too young to be so cynical. But you truly give me hope. I'm sorry, Miss Grant. I have to get going. No. I'll see you later. Szóval azt akartam mondani, hogy mindannak ismeretében, amit láttam, meg amit láttam, hogy történt, egy csomó mindenen változtatnék most már a döntéseimben. Például nem írnám alá a petíciót, hogy ne legyen bekamerázva az egész. Mármint, hogy csak akkor, hogyha az effektíve azt is jelentette volna, hogy a szobákat is bekamerázzák, de ha azt nem, akkor nem írtam volna alá. Biztos, hogy a David mellé álltam volna. Szóval van azért pár dolog, amit azért már megváltoztatnék most, hogy így ismerem a történteket, és ez tök érdekesebb belegondolni. That's what I get for helping Alyssa. A broken window. Ó, itt a kis barátunk. Hey, Daniel. You look bummed out. Are you alright? Hola, Max. I just figured out that my photos basically suck. I'm a wannabe artist. You're not here to be a photographer. That's my gig. Look at that sketch you did of me. Incredible. And that's your art. Your gift. I do feel better now. You are good, Max. Világvége party. Are you going to the end of the world party tonight? It will be if I go, man. People here push me into lockers, not dance floors. That's exactly why you should go to that party. We have to stand up to these Blackwell bullies for Kate. You won't be alone, Daniel. Not with you to back me up, Max. Oh, damn it. I will go to the party like it is the end of the world. Okay, maybe I won't go, but... No, I won't do that, but... I'll go. No. Remélem, hogy nem fogják bántani. Have you talked to anybody about what happened with Kate? I don't talk to anybody, Max. But, oh, I did actually have a conversation with Brooke. She was very sad about Kate. So am I. And angry. We should stop going to class and stage a protest. But that's not going to happen at Blackwell. Yet. I like this revolutionary Daniel Da Costa. Only if I can start the revolution from my sketchbook, Max. By the way, have you seen Nathan Prescott? Oh, I heard a rumor he's actually suspended. Yeah, but he's still gotta be on campus. That explains why he looked so pissed off when I saw him leaving campus a few moments ago. Let's talk later. Okay, Daniel? No. Igazából az érdekelne még, hogy nem tudunk-e bemenni, hogy találkozzunk. Az fiúk kollégiumába, oda mondjuk nem biztos, hogy be kéne menni. Hát nézzük, hogy jön adatban. Mert hogy amúgy... Szóval, hogy coast is clear. Be kéne mennünk. It would be so cool if you and me were going to school here together. But now you can have Mr. Jefferson all to yourself. Ah, you suck. Now let's get into Blackwell Ninja mode. So lame. They don't have co-ed dorms here. Yes, because I want Nathan Prescott in the room next door. Good point. Wait here. Give me the signal if Nathan or anybody shows up. I won't let you down, Batmax. Batmax. Now I just have to find Nathan's room. Oh, why, hello, Trevor. And Dana. Even after Kate, nobody here learned anything about bullying. Are toilet paper wars mandatory in the dorms? Zach or Logan? Who knows? Bro's got a bro.
Na, valahol itt lesz. Szerintem a postaládából fogjuk. This can only be Nathan's room. Na jó, akkor menjünk be. Hát bátor vagy, Max. Egyáltalán megnéztük már, hogy működik-e a visszapörgető képessége, amióta visszajött az időben? Wow. No fancy. Now I need to find Nathan's phone. Or anything with clues. Nathan is way into this party. Bad sign. Hé, gyönyörű, hadd tudjam, mit is elszavartak szen ezen a héten. Így viselhetek valami hasonlóan drágát ismenőt. Mondtam apámnak, tartsa a disznókat távol a súlytól, így nyugodtan bulizhatunk para nélkül. Nyomassuk a világ vége témát, igaz? Bastard. Now I remember why I hate you. And why Kate will get justice. Ja, itt van a Kate videója. Oh man. Sean Prescott might be Nathan's real problem. Nate, tudom, hogy ez egy elég stresszes hét volt a számodra. Én is az anyád itt vagyunk, ha beszélgetni szeretnél. Csak mondj egy időpontot bármikor. Anyád azt akarja, hogy Dr. Bill jöjjön el a könyvturnéja után, de most maradjunk a recepteknél. Szeretném, ha minden rendben lenne veled, még a Penn State-en dolgozom. Tudom, nem könnyű Prescottnak lenni, de segítek neked lépésről lépésre, ahogy az apám tette velem is. Ez nehéz volt nekem, mikor felnyitotta a szemem a végzetünkről, de majd megköszönöd nekem egyszer. Ne aggódj a Blackwell miatt. Ez a városnak csúfolt pöcegödör fog kapni egy kis beöntést. Azt akarom, hogy kész legyél átvenni a megfelelő pillanatban. Ne baszd el, fiam, az apád. Too bad Nathan isn't more like his sister. She sounds awesome. Üdv Brazíliából, kisöcsém. Nagyon rég nem hallottam rólad. Kérlek, mesélj, milyen érdekes az élet Blackwellben. Elmeséltem a kollégáimnak a béke hadtestnél, hogy az én tehetséges kisöcsém az ország legmenőbb művészsúlyában kapott ösztöndíjat. Annak ellenére, hogy nem mindig olvassa az e-mailjeit, meg a telefonját, kérlek, küldj nekem néhány képet a kampuszról. Hiányzol és a képeid is. Anya azt mondta, bajba kerültél, és apa basztat. Ne is törődj vele. Tudod, hogy szerettem apád, négy, de miatta vagyok a világ másik felén egy dzsungelben. Ő csak bántja az embereket, csak hatalma van is, semmi más, és azt hiszi, hogy mindent meg lehet harccal oldani. Ne hagyd, hogy megváltoztasson, és csak egy legyél a családi örökségből. Vége az oktatásnak. Suliban vagy, szóval azt akarom, hogy otthon érezd magad. XOXO Chris. Yes, Nathan sure needs diet pills. This is strong stuff. Wow. Kiss ass much, Principal Wells. Ez meg vászigazgató. Nathan, szeretnék bocsánatot kérni, hogy megvádoltalak. A te neved és a felvétel önmagukért beszélnek. Tudom, az apád ideges, de biztosítottam, hogy soha nem hoznál fegyvert az iskolába. Nem akarom, hogy zaklatott legyél az iskolától, és biztos vagyok benne, hogy az ügy lerendeződik a hétvégére. Ha bármilyen kérdésed van, tudod, hogy nálam mindig nyitott ajtót találsz. Viszont közben kaptunk Joyce-tól is egy SMS-t. Sajnálom, Joyce, néha én is kerülök szar helyzetbe, de próbálok jó példa lenni Chloe-nak. Ja, itt van. Max, értékelem, hogy kiálltál Davidért. Tudom, hogy Chloe-nak nem tetszett, de fel kell nőni. Akkor most valami vágos ebben az egészben, mert egyfelől kiálltunk Davidért, de gyakorlatilag meg ott volt a David, és azt mondta, hogy szétvertem a családját. Tehát nem értem egészen. De ez nem fog megtörténni, ha olyan illegális fasságba keveredtek, mint tegnap a Blackwell-ben. Tudom, mi történt, szóval ne is próbál magyarázkodni. Reméltem, hogy te visszatéríted a helyes útra, de újra szarakszik. Nem fogalmazna így Joyce, szerintem nagyon hülyén van ez fordítva. David segíteni akar, de nem engedi. Felnézhetne rád, kivéve, ha mind a kette rosszak akartok lenni. Sajnálom, Joyce, néha én is kerülök szar helyzetbe, de próbálok jó példa lenni Chloe-nak. Tudom, Max, mindig elfelejtem, hogy tinik vagytok. Akkor most nem értem, hogy gyakorlatilag kiálltunk David mellett, vagy nem, mert ugye egyfelől igen, másfelől meg nem a következményeket illetően. Használati útvonalat. Holy shit! That's the gun Nathan used on Chloe. A gift from... I don't think this prescription has helped Nathan. Karcolás nyomok, vizsgáljuk meg. What the hell are all those marks on the floor? Kanapé, let's find out what you're hiding. Oh yes, little phone. You are mine now.
De miért hagyta ezt itt? Hát, hogyha felfüggesztették, azért még biztos bejöhetett volna a cuccáért. That monochrome camera is brand new and costs about $6,000. Bastard. $6,000, az $6,000. I thought Victoria had the photo blame, but once again, the Prescott's rule. That's so cute and ironic. I can't believe Nathan still has it around. That is so Chloe. Hésekfej beszélnünk kell, vagy elmondom mindenkinek, hogy mit csináltál, és fizetni fogsz, szemétláda. Oh, igen. Oh my god! Chloe! Oh, Chloe! Ez micsoda? Whale songs? Maybe this is the only soothing thing Nathan ever hears. Oh wow. That must be the lamp Chloe broke when Nathan drugged her. Dragged, hanem dragged. Nem megragadta, hanem bedrogozta. I don't think one book can guide the Prescotts. Na jó, szerintem megnéztünk mindent. Damn, Nathan. That's a nice shot. It's so damn creepy, but the guy has his own style. Na jó, szinte megnéztem mindent, akkor most menjünk ki. Na, hol van tulajdonképpen Chloe? Damn, Max, you're finally back. I got worried. So, what did you find? His room was clean and creepy. Check this out. Boom, Nathan. We got you by the balls, fucker. Uh-oh. What are you doing in my dorm? You're such a nosy bitch, Max. Stop right there, Nathan. Make me ho. Max, uh-oh. I got this. Nem, már megint meg fogja verni. Most már muszáj járnunk vele. Nem! Nem, lenne lője Warren. Get off me, bro! Kimaradni belőle, állíts le Warren. Hát most ez mit jelent, hogy kimaradni? Hát meg ne ölje a Nathan, de gondolom elintézik együtt. Miért pont Warrent állítsam le? Miért nem azt mondja, hogy állítsam le a vitát, hogy hagyjátok abba, mit tudom én. Jó, hát most tönkre ne tegye az embert. Magának árt. Stop it! Come on! Oh! Oh, my head! Why are you looking at me like that, huh? You! Elvettem volna a pisztolyát, tehát nem normális az ember. Láthatóan totálisan sérült. Miért nem vette föl senki a földről a fegyvert? Főleg ebben a helyzetben, főleg úgy, hogy a Max már látta. Szóval, hogy már Max látta is, hogy Nathan mit művel, meg hogy képes lenne embert ölni, tehát akkor nem értem, hogy nem vette fel a fegyvert a földről. Bárkit megölhetett volna itt is. Damn. That was intense. Warren, thank you so much. For what? For headbutting Nathan Prescott. That was awesome. I don't know. I almost went crazy there. Like Nathan. You're not anything like him. Good to know. So where are you going? I better stick with you guys. Just in case you need me to get my Hulk on again. Or should I call the cops on Nathan? No police. Not yet. So elmondjuk neki végre. Warren, me and Max have to do this on our own. No offense. It's cool. Whatever I can do to help. What you can do is find out anything you can about Nathan's father. I'm on it. Between the snow and eclipse, I'm assuming the apocalypse is around the corner. And thank you. Seriously. I'll call you later. You better. I'm feeling pretty alpha now. Yes,
you are. Man, that guy is so fucking in love with you. Hat again. I know. He really did give a serious beatdown to Nathan. It was a little scary to watch him do that. Now let's make a date with Frank. Will he even answer you? Frank always answers when he wants money. Like I said, Frank wants to see me right now. Let's not keep him waiting. Ó, szegény bálnak. I hate seeing those poor whales like that. Me too. I just think of their families in the ocean out there looking for them. Well, that asshole is gonna help us find Rachel. You know what would be great? I still had a gun. Yes, the chance for gunplay would just about even the odds here. Frank would scare better. He's a pussy. Besides, if I take him out, you can just rewind. Chloe, do not count on my rewind. Seriously. After Kate, I feel like every time I do, it might be the last. There's no way we could have guessed this is what would happen to us when we grew up. I'm looking forward to the day when we can just go on a road trip to Portland. Fuck yeah. You, me, and Rachel. Absolutely. So let's play this cool, okay? Just talk to Frank so we can get that code for the book from him. That's all. Got it. No dicking around. Let's roll. Kíváncsi vagyok. Itt valami újság. There might not be any Pan Estates by Saturday. Frank doesn't need tinted windows when they're this dirty. Behold, Frank's beer garden. Take the trash out sometime, dude. This is where Frank ponders his existence and gets drunk. Jönök, mint valamilyen szvatosok. Oh, look. The Wonder Twins. You should have come alone. She's my partner. Yeah, we're bodyguard. So let's get to business. Where's my fucking money? I don't have the money. Yet. Oh, really? Then why did you text me that you did? Because I wanted to tell you in person. Oh, I'm truly touched, Chloe. Now, why are you losers really here? We just want to ask you some questions. You have some serious lady balls. No. Jesus, okay. Okay. But I'm not getting you high. Frank, we're not here to get high. No. You don't look like the type. Not like Chloe here. So what do you hardy boys want? Just the names of some of your clients. Oh, is that all? Oh, well, why didn't you just tell me? How about I just give you the keys to my RV while I'm at it? You don't get it, man. This is for a good cause. No, man, I do not get it. Especially from a weirdo like you. You know, I hate the way you talk to me like you know more than I do. No, I'm not. Oh, Christ, I hate you, Blackwell shits. You expect everything for free. You're not getting any handouts from me. I work for a living, you understand?
Yes, Frank. Without those Blackwell shits as customers, you wouldn't have any work at all. Dude, you're a drug dealer. You snobby whores. Don't come into my home and judge me. Igen, ezt most nem értem, akkor ő megint hülyén csinálja. And you want something from me? How about a blade up the ass, huh? Calm down, Frank. Let's just talk. Not ever tell me what to do. Whoa! Get off of me! Motherfucker! Szóval nem volt jó, amit választott. Kutyatál. Nézd. Oh, fresh meat. So Pompadour must be okay. Good doggy. Okay. Listen, Chloe. I can tell you for a fact that this will not go well. Max, I should have known you'd be kind and rewind. So tell me exactly what I need to do here. Again, vigyázz a szádra. Please watch your mouth. You have no social skills here, and you will piss off Frank immediately. You kind of love this, don't you? Fine, I'll try being like you for a change. Or how you used to be. Oh, look. The Wonder Twins. You should have come alone. She's my partner. Yeah, we're bodyguard. So let's get to business. Where's my fucking money? I don't have the money. Yet. Oh, really? Then why did you text me that you did? Because I wanted to tell you in person. Oh, I'm truly touched, Chloe. Now why are you losers really here? We just want to ask you some questions. You have some serious lady bo- Na. Csak be az ajtót. Most elfelejtettem, hogy mit kérdezett a... Csak be az ajtót. Frank, your dog is kind of scary. Could you please close the RV door? You aim your gun at me, but you're scared of my dog? That figures. No. Okay, there, you're safe. Now, what do you want? Just the names of some of your clients. Oh, is that all? You don't get it, man. This is for a good cause. No, man, I do not get it. Especially from a weirdo like you. You know, I hate the way you talk to me like you know more than I do. No, I'm not. Christ, I hate you, Blackwell shits. You expect everything for free. You're not getting any handouts from me. I work for a living, you understand? Yes, Frank. Without those Blackwell shits as customers, you wouldn't have any work at all. Dude, you're a drug dealer. Frank, let's just talk. Not ever tell me what to do. Arról volt szó, hogy Chloe nem lesz hülye. Whoa! Chloe! Get off of me! Motherfucker! Gosh! Yeah, you actually shot me! I wasn't gonna hurt you! Oh, this fucking hurts! De hát nem is lőtt fel. Chloe! You shot him! I know! You're both fucking crazy! What do you want? We just want the code for your account book. Now! You're fine! Whatever! Just put the goddamn gun down! You already shot me, alright? There. Now leave me alone, alright? Just get out of my life! Do you want us to call an ambulance, or...? Valamit csináljunk már, igen. No, thanks. You know what? I'll manage somehow without the police. Hát vagy visszatekerjük. Oh, right. Let's bounce. Hát nem tudjuk visszatekerni. Tekerjük már vissza. Shit. This could have gone way worse, but... És nem tudom igazából, hogy az a baj, hogy csak egyet tudunk vele elvetetni, tehát vagy a fegyverét, vagy a kutyáját, és ugye a kutya kijött. Jó, próbáljuk meg. Max, visszatekerünk még egyszer. Max, I should have known. Please watch your mouth. You kind of love this, don't you? Na.
ez semmi fegyver. Frank, after our last meeting, I don't want any weapons involved. Could you put your knife or whatever in the RV until we're done talking? After you pulled a fucking gun on me, you want to negotiate my safety? I didn't trust you before, and now I do less. God, I hate you Blackwell shits! You act like you own this town, like I'm your puppet! Nobody owns me! You understand that? Calm down, Frank. Let's just talk. Not ever tell me what to do! Az nem jó, mert most megint kijön a kutya. Whoa! Get off of me! Motherfucker! Igen. Akkor megpróbáljuk a semmi harcot, és hát ha úgy nem sérül meg, Frank. Listen. Ha nem, akkor becsukatjuk vele az ajtót, azt kész. Please. You kind of... Thanks for hearing me out, Frank. Look, we only want to talk, and it's not even about you. We're not here to start a fight. No, that shit would be over pretty fast. Don't fuck with me, and I won't return the favor. So what do you want? Just the names of some of your Oh, is that all? Most próbáljuk meg a sajnálomat. Listen, Frank. I'm sorry to be such a nuisance, but this is important. Yeah, everything's important these days. But I can tell you're not bullshitting me. There's no time for that, Frank. I just need a little bit of information. Yeah, well, it always starts with just a little. And Chloe here knows all about that, don't you? Come on, Frank, this isn't about me now. Yeah, right, okay. Both of you are giving me a headache. No deal. Frank, we didn't come here to fight. This is so much bigger than us. Oh yeah, you didn't come here to fight. A day after, you pulled a fucking gun on me. I am so sorry about that. It might be the dumbest thing I've ever done. And I've done a lot of dumb things this week. Finally, I believe you. But don't ever aim a gun at anybody unless you intend to kill. Although you don't look like you could kill a bug. I try not to. And I never would have pulled the trigger. I was just... Dude, she was scared, all right? You pulled your blade on me. We were all freaked out. Now we're all cool. Please? Okay. We're cool for now. But my dog isn't. And if you try any shit, he will bite your head off. He's done it before. We're Na, only remélem, here to talk. Úgy. I wouldn't mess with Legoldanunk, your dog. Megoldanunk, hogy egyikünknek se lesz sem baja. You wouldn't have time. You like dogs? Adtam neki csontot. Lehet, hogy ezzel eláruljuk magunkat? Nem baj, akkor visszamegyünk. Chloe and I gave your doggy a bone when we... So you're the ones who let him out? You broke in here and let my dog out? What the fuck? Wait, that's not what... Seriously, Frank, don't get all spun out. We're only here to find Rachel. Rachel isn't in here! And I'll spin you on your ass! What the fuck are you dorks up to, huh? Trying to break into my business? This time, the price is wrong, skank! Calm down, Frank. Let's just talk. Not ever tell me what to do. Megint. De remélem, hogy nem fog minket a legelejére visszatenni, mert ez most már majdnem jó volt. Mert tulajdonképpen csak azt kellett volna neki mondani, hogy a kutyája aranyos. Tényleg remélem, hogy nem a legelejére fog minket visszatenni, mert akkor kicsit most már ideges leszek. Oh, come on. Listen, Chloe. Aj, tényleg nem lehet ebből semmi olyat csinálni, hogy... Please. You kind of love... Hogy senki ne sérüljön meg. Szeretném, ha nem lőnénk rá a Franket borzasztóan. Thank... No, that... Just... Oh. Jó, ez a sajnálom az egész bejött. Yeah. Right. Right. Oh, yeah. I... Na, finally. Hogy aranyos a kutyája. I... Dude... We're only... Shit. Na. Oh, Pompadour is so cute.
The only way you know my dog's name is if you broke into my RV. Nem. That's how we got out. You did it. Are you crazy? That's my dog. Wait. Pedig az előzőnél már rájöttem, hogy azzal lefogjuk magunkat. Frank. Lefogjuk magunkat buktatni, de erre most nem gondoltam, hogy nem tudnánk a kutyája nevét amúgy. Oké. Kutyamentés. A kutyamentésről tudhatunk anélkül is, hogy... anélkül is tudhatunk róla, hogy betörtünk volna a kocsiába. Úgyhogy akkor... És mindezt azért, hogy a hülye Franknek segítsünk, mert igazából nyugodtan így hagyhattuk volna, mert megvolt a kód, meg minden. Sőt, szerintem most is megvan a kód már, mert hogy odaadta nekünk, ugye, és az nálunk marad. Thanks for... Szerintem a kód megvan, just... csak... Csak megpróbáljuk úgy intézni a dolgokat, hogy a Franknek se essen baja. Oh, yeah. Itt meg nem teszek érte. Fine. We're only shit. Na, kutyamentés. Of course I do. I heard you even rescued a bunch of fight dogs. That's amazing. No, all right, it was just the right thing to do. I couldn't stand to see those poor animals treated like slaves. That's how I came to own Pompadour. That's very cool, Frank. Your dog is lucky you came along. Maybe we can focus on rescuing Rachel now? Rachel? Is that why you're really here? Yes, we're so close to finding her now, Frank. We need all the help we can get now. Especially from you. You and Chloe do not know Rachel like I did, and I couldn't even help her. You're in way over your heads. Why don't you just go play in your clubhouse? Nem, a Rachel level az megint lebuktat minket, és ha még egyszer előről kell kezdenem az egészet, megőrülök. What are you hiding, Frank? You should want to help us, not scare us away. Don't you accuse me of anything. You don't know me or who I am, or what I can do. You understand? Huh? Man, there is something about you that is so wrong. I don't trust you at all. Now get out of my face. We don't have much time, Frank. Rachel needs you. It's too late, she's gone. You don't even know her. Like you did? I loved her, asshole. And she loved me. I know that. Chloe, you don't know shit. You were part of her problem. Always trying to take her away from me. Always. Calm down, Frank. Oh, ne. Let's just talk. Never tell me what to do. Whoa. Most ez komoly. Nem, nincs egy olyan opció, hogy... Nincs egy olyan opció, hogy ne... Ne bántsuk a Franket, és komolyan már ott tartok, hogy inkább lőjük le, basszus, de én még egyszer nem akarom visszapörgetni. Hát 60 évig fog tartani el. Ez így nagyon rossz, hogy előről kell az egészet kezdeni. Miért nem lehet az előző választási lehetőségig visszapörgetni? You can... Semmi harc. Ez így egész jónak tűnik ez a semmi harc dolog. Jó, sajnáljuk. Akkor a kutyamentés is jó választás volt, és most Rachelnél sem tudom, hogy mit kéne választani igazából. Jó? No. Legyünk már barátok, Frank. Ismered Rachelt? Akkor jó, a Rachel levele biztos, hogy nem. A karkötő az szerintem nem, akkor az ismered Rachelt az valószínűleg jobb, mert akkor igazából visszaigazoljuk azt, amit ő mondott, és az valószínűleg neki jobban fog esni, szóval... Frank, you knew Rachel almost better than anybody. És már megpróbálom logikusan kikövetkeztetni a helyes választ. Together we could find her. Do you have anything to lose? When Rachel vanished, I pretty much lost everything. I can't stand not knowing where she is, not hearing her voice or her laugh anymore. We can change all that. It's up to you. Help us find her, Frank. Please. We really need your client list. Oh,
Well, if there's a chance in hell, you two dorks can find Rachel. Yeah, I'll take it. My dog isn't barking at you, so I guess that's a good sign. Vagy nehogy rájöjjön, hogy mi... Már megijedtem, hogy most rá fog jönni, hogy vagy azért, mert hogy tiltottátok ki a múltkor. Oh, még a fegyvert is visszakaptuk. Thank you. Yeah, thanks, Frank. Seriously. It's hard to take you characters seriously, but I want to. Good luck. Na. Na, ennek végre örülök egyszer az életben, sikerült valamit jól csinálnom, és nem úgy jövök ki belőle, mint a Davides dologból az elején. Örülök, hogy visszatekertem annak ellenére, hogy ezzel most elvesztegettem szerintem 10 percet, de ennek ellenére nagyon örülök.